Fájdalmas, alkati kérdés valóban csak a nőket érinti. A következő percekben mindent elmondunk a szétnyílt hasizomról. Beszélgető társam a stúdióban Szabó Klára, gyógytornász, manuálterapeuta. Szervusz Klára, köszöntelek! Szia, üdvözlöm a nézőket! És először tisztázzuk a fogalmat, mit jelent a szétnyílt hasizom. A szétnyílt hasizom ebben az esetben, hogy a várandóság kapcsán beszélünk, arról szól, hogy az egyenes hasizomnak van középen egy befűződés, amikor a jobboldali és a baloldali egyenes hasizmunk összetalálkozik. Ott van latinul nevezve egy linea alba, egy fehér vonal, ahol egy, egy nagyon erős kötőszöveti részen összefűződik, és ez tud elvékonyodni, eltávolodni, amikor a várandóság lép föl, és ez teszi lehetővé, hogy egyre inkább táguljon a has, és elférjen benne a baba. Ez alkati kérdés? Vagy a baba méretétől függ, esetleg a hízás mennyiségétől? Vannak hajlamosító tényezők, amikor ennek nagyobb lesz az esélye, hogy szétnyílik, pontosabban elvékonyodik. 35 év feletti nőket inkább érint, a, illetve azoknak, akiknek volt előtte császármetszése, illetve van egy genetikai háttér, amit pontosan nem tudunk behatározni, behatárolni, mert a, a kötőszövetünknek a rugalmasság az életkor előrehaladtával az megváltozik. És ebben az esetben pedig könnyebben szétnyílik. Viszont ez nem egy végleges dolog, mert egy éven belül tud záródni, illetve tud közeledni, amiután után megtörtént a szülés. Ugye azt olvastam, hogy nők és férfiak egyaránt érintettek lehetnek, tehát adott esetben lehet ez egy természetes folyamat férfiaknál például? Férfiaknál is fellép, sokkal ritkább esetben, ott az elhízás az, ami uh -huh. ami lehetővé teszi, hogy ez a, a nyomás miatt kialakult szétnyílás megtörténjen, ugyanúgy érintettek, viszont ezért a nőknél ez gyakoribb. Milyen problémát okoz? Alapvetően nem okoz problémát egy bizonyos mértékig. Van itt egy határ, amit nagyságrendileg 4-5 cm-ben tudunk meghatározni, hogyha annál nagyobb értéket üt meg ez a szétnyílás, és van egy olyan kitüremkedés a belső szervek oldaláról, hogy ez akár már kizáródást, vagy a belső szerveknek a működését befolyásolja, akkor okozhat problémát. De alapvetően első esetben és leggyakrabban csak esztétikai problémát okoz. És az miben jelentkezik ez az esztétikai probléma? Esztétikai problémaként elődomborodik ebben a linea albában, fehér vonalban a benti nyomás hatására a belső szerv. Így, így lesz egy ilyen hosszanti irányban egy kis dombocska, ennyit látunk a tükörben, illetve van egy öntesztelés, háton fekvésbe talpraúzott lábakkal megemeljük picit a fejünket, és onnantól kezdve meg tudjuk magunknak is vizsgálni, hogy itt van egy ilyen kitürem, vagy sem, kézzel lehet tapintani, szemmel megnézni, és hogyha azt látjuk, hogy ki domborodik, akkor az újunk segítségével pedig a távolságot is meg tudjuk nézni, hogy egy, kettő, három vagy négy újnyi távolságról van szó. És hogyha egy vagy két újnyi, akkor nincs tényleg semmilyen aggodalom, várjunk egy évet a, a, szülés után, és meglátjuk, hogy mennyire jön ez rendbe. Hogyha annál jóval nagyobb, akkor érdemes felkeresni szakembert, gyógytornász, manuálterapeutát, aki meg tud minket ebben erősíteni, hogy van ezzel valamilyen speciális tendőnk, vagy nincs, és a legpontosabb vizsgálatot pedig ultrahanggal tudjuk megnézni, hogy mennyire van elvékonyodva, sértetlene a belső hasüreg, vagy van a, a vagy a bélrendszer veszélyben van-e, ezt már ultrahanggal tudjuk pontosítani. Na igen, felmerült bennem a kérdés, hogy ha a belső szervek már érintettek, akkor annak vannak jelei? -e mm. Igen, tehát ez jár egy éles fájdalommal, mm. hogyha történik egy kizáródás, annak biztos, hogy van egy, egy nyoma, fájdalom nélkül pedig nem kell emiatt aggódni. És akkor beszéljünk arról, hogy ki és miért fordul hozzád, akkor jellemzően várandós, vagy pedig várandóság után lévő nőkkel tartod a kapcsolatot, ők azért jönnek, mert egyszerűen zavarja őket az esztétika. Vagy az esztétika hiánya, amit ugye elvesztettek? Legtöbbször ez mellékesen szokott uh -huh. kiderülni, hogy szétnyílt hasizma van a páciensnek. Ritkábban keresnek fel azzal, hogy ez a fő problémájuk. Utána olvastak, fórumon olvasták, barátnőjük mondta. Tehát emiatt van, hogy fellép az aggodalom, és akkor jönnek, és ellenőrizzük, hogy van-e tényleg egy ilyen probléma. De alapvetően, amikor a várandóság után felkeresnek engem, hogy kicsit fittebbek akarnak lenni, vagy ne egy isten, megmaradt valami fájdalom, akár deréktáékról, vagy csípőről, vagy a hátuk, vagy a nyakuk elkezd fájni, akkor keresnek meg engem, és akkor átvizsgálom aprólékosan a teljes testüket, és fény derül, arra, hogy van szétnyílás, vagy nincs. Egyébként az izom funkciójában, vagy funkcióját illetően van változás? Ugye tudjuk, hogy a hasizmok kellenek a hát tartó izmaihoz is, tehát hogy a gerincünket tartani tudjuk, gyorsan be is húztam a hasamat, <laughs> hogy kihúzzam magam, tehát hogy a hasizom kell a hát is. Ez a funkció változhat a szétnyílással, vagy nincs nincs jelentősége. Nem minden, ráhatása. nem minden esetben van ráhatása, tehát attól még a funkcióját, hogy el van vékonyodva ez a vonal, attól még be tudja tölteni. Uh -huh. És te is jól mondod, hogy a hátunk tartásához szükségünk van a megfelelő hasizmokra, de hát ott van a többi izmunk is, az oldalhasizmok, maga a hátunknak a mézmai, a farizmok, tehát még nagyon sok izom dolgozik azon, hogy mi jól érezzük magunkat, és tudjuk tartani megfelelően a törzsünket, tehát alapvetően a funkcióban nem befolyásolja ez a, ez a a testtartásunkat. És akkor jól érzem, ugye, hogy a regenerálódásban, vagy a regenerálásban a klasszikus, nem tudom, erobik, erősítő tornák nem sokat érnek, sőt, lehet, hogy károsak lehetnek egy szétnyílt hasizom esetén. Alapvetően, hogyha erről az 1-2 centiről beszélünk, ami egy természetes folyamat, hogy termelődik a relaxin hormon, készül a pocak arra, hogy, hogy elférjen benne a baba, úgy úgy ez helyre is fog jönni, anélkül, hogy bármi, bármi speciálisat csinálnánk. Tehát, hogyha mi a gyermekágyi szakasz után, a 6 hét után azt érezzük, hogy van már újra erőnk kocogni, vagy elmenni aerobikra, akkor félgűzzel eleinte újra rászoktatva a testünket, felkészülve apránként, hogy ezt egy nagyobb erőbehatás fogja követni, el lehet újra menni. Hogyha nagyobb viszont 3-4-5 centi az eltávolodás, akkor nem kezdeném ilyen ütemes gyakorlatokkal, mozgással a, a, az Edzést, mert bizony okozhat sérüléseket, kellemetlenül érezzük magunkat, és akár növelhetjük annak az esélyét, hogy nagyobb lesz ez a szétnyílás. Tehát akkor szakember segítségével próbáljuk meg lépésről lépésre rendbehozni a hasunkat, és utána elmenni ezekre a választott mozgásformákra. Egy következő várandóság általában ront a helyzeten? Nem feltétlenül, mert van, hogy a két várandóság között az anyuka edzettebb lesz, uh -huh. több mindenre fog figyelni, vagy akár egy olyan életet tud kialakítani az előző tapasztalatokból, amikor már be tudja építeni a tornákat, az edzéseket, jobban tud magára figyelni, így van, hogy a második állapotosságnál vagy szülésnél szinte jobb állapotban lesz a hasizom. Bizonyára eddig is voltak szétnyílt hasizmok, mégsem hallottunk róla ennyit. Mi lehet ennek az oka? Most kezdtünk ezzel foglalkozni? pontosan jól látott. Tehát eddig is volt, nyoma volt, nagymamáinkat megnézzük, hogy uh -huh. bemegyünk egy fürdőbe, akkor látjuk, hogy a, a néniknek, bácsiknak van ilyen kitüremkedésük. Mondjuk én próbálom leszoktatni magamat, hogy nem mindig ilyen szemmel nézem a fürdőbe az embereket, és csak pihenjek, de óhatatlanul is látom, hogy azért a régi ö, 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 kornak is megvoltak a maga problémái, de a mai ember, a 20-as, 30-as, 40-es korosztály már jobban tud figyelni az egészségére, több lehetősége van, tudat. Sokkal jobban érdekel, érdekli a prevenció, nem engedi magát belefolyni a betegségekbe, a gyógyszervilágba. Szóval én úgy látom, hogy jó irányba haladunk, és ezért is örülök, hogy erről beszélünk. És akkor beszéljünk a prevencióról. Meg lehet előzni? Pontosan a legtöbb esetben meg lehet előzni azzal, hogy fittek vagyunk és foglalkozunk magunkkal. Van egy speciális tornája a törzsizmoknak az erősítéséről szól, tetőtől talpig be lehet ezt mond integrálni az edzésünkbe de hogyha ha van egy saját edzésprogramunk, ami, ami áll -e egy, egy kardióból, egy súlyzós edzésből, valami olyan sportákból, amit már régóta csinálunk, akkor egy-két gyakorlatot, hogyha beleveszünk a gyógytornászok segítségével, akkor maradhatunk a saját programjainknál is. Tehát megelőzhető, viszont találkoztam olyannal is, akár sportoló körében, hogy mindent megtett, de mégis szétnyílt. Uh -huh. Tehát ez nem a, azt jelenti, hogy ő hibázott valamit, hanem genetikailag, alkatilag ő erre hajlamos, és nem volt kivéthető. A dolog. Nincs, akkor semmi sem elveszve, vagy nincs baj, mert rendbe hozható. Köszöntöm a vonalban Editet, aki két gyermekes édesanyja. Szervusz Edit! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mikor vetted észre, hogy szétnyílt a hasizmod egyáltalán? Hol találkoztál először ezzel a fogalommal? Igen, tulajdonképpen az első szülés után érzékeltem már azt, hogy a pocakom nem megy össze. Uh -huh. Tehát eltelt pár hónap, és még, még, még mindig ott volt. És ekkor kezdtem el nyilván egy picit utána olvasni, bár megmondom őszintén, ugye nekünk a cél egy kistesó volt minél hamarabb, és hát abban az időben járvány is volt, tehát még akkor nem foglalkoztam vele annyira, és a második terhességnek az utolsó hónapjaiban ott már tudtam, hogy kell majd valamit tenni szülés után. Szakemberhez fordultál? Ki erősített meg ebben? Orvos? Gyógytornász? gyógytornászhoz fordultam, és akkor tehát magán órákat is vettem, és hát látszott is, tehát már az első alkalommal tulajdonképpen akkor egy olyan négy héttel voltam a szülés után, talán akkor már látszott, hogy, tehát elég szélesen mm. szétnyílt a hasizom. Tudsz tehát. centit mondani? Hány centire? Hát megmondom őszintén, így legelsőre én úgy emlékszem, hogy ilyen 11 újnyit mondtak, de azért ez kicsit kisebb lett, tehát akkor még ugye nem kezdhettük el a tornát rögtön ugye 3-4 hetesen, tehát a, nyilván ki kell várni ugye a 6 hetet, és akkor olyan 6 és fél hét, 6, 6 és fél hét újnyi. A más... Ami, ami... A második gyermek most egy éves, nemrég töltötte be az első életévét. Hogy nézel most ki? Mesél nekünk egy kicsit létszíves az alkatodról, az alakodról és a hasad állapotáról, kinézetéről. Uh -huh. Hát igazából ugye én maga a terhesség alatt is én, én valahogy úgy néztem ki, hogy így hátulról sokszor észre sem vették, tehát hogy, hogy tényleg tehát derekam volt, nem, tehát nem, nem látszott máshol, csak ugye egy hatalmas pocakom volt, és tehát úgy kell kezdeni, hogy mindenki már a hetedik hónapban megkérdezte, hogy mikor szülön meg az ikreket. Kikos volt nagyon, és hát most is tulajdonképpen úgy néz ki ez, mintha talán úgy tudom mondani, hogy ilyen, mintha két ponton így a, egy ilyen lufit rögzítünk, vagy nem tudom, és akkor úgy leeresztem hirtelen, tehát, tehát középen van egy ilyen beesés. Uh -huh. tehát, tehát látszik. Így, igen, tehát látszik, és hát igen, egy picit olyan, hogy mintha most is terhes lennék, uh. tehát hogy ugye nagyobb maradt a poca. Ilyen négy-öt hónap körül? Mondjuk. Hát, akár igen, lehet azt is mondani. Megmondom szintén azért nehéz, mert nekem tényleg az átlagnál nagyobb volt, de az... az, az, az tehát arra emlékszem, hogy amikor még a, egy éves volt a nagy, és akkor már ugye a... Mint kiderült, már, már a pocakban volt a, a pici, de hát ugye néhány napos volt gyakorlatilag. Már akkor is volt, aki úgy rákérdezett, hogy akkor várjuk-e a következőt, Aha. és azt mondtam, hogy még nem. Tehát egy ilyen igen, négy hónapot mondjunk azt, hogy igen, de így be, így egy kicsit más, tehát hogyha ruhából nem látszik úgy, de hogyha én látom, akkor így középen viszont beesik. Uh -huh. Tehát csak úgy szélén van kifele, csak és középen beesik azt az X újnyit, ugye, ami ott a köldök alatt van. Zavar téged? Um, hát megmondom őszintén, ugye a olyankor zavar egy picit, amikor, hát ez amikor ugye rákérdeznek, hogy hogy itt akkor harmadikat is vállalunk, és kis tesó, vagy a táncom mondjuk a, egy új partner volt, és akkor, és akkor hát akkor vigyázok rá, és akkor mondom, nem, kell vigyázni, mert én már megszültem. Tehát otthonban nagyon szépek, gyönyörűek, és hál' Istennek egészségesek. Tehát, hogy ilyenkor azért ugye egy, egy kicsit az embernek úgy igen kellemetlenebb, vagy mondjuk a strandon, tehát azért egy... Egy, egy 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 bikinit azért nehezebb uh -huh. hordani, de... De inkább igen, az egészséged ezért. miatt a azért jársz szakemberhez? Uh, igen, tehát megmondom, hogy szintén a fő cél az az egészség, uh -huh. tehát az lenne, az lenne fontos, hogy azért az biztos, hogy nem normális, hogy ott van egy ilyen benyomható luk, meg amikor háton feksztek, vagy esetleg egy uszás, és is kicsúcsosodik, tehát ez nyilvánvalóan ott nem tesz jót, tehát egészségi szempontból nem jó. Ez a fő, igen. Tehát két gyerek mellett én azt hiszem, az embernek az egészsége a legfontosabb. A gyerekeim imádják a pocakomat, így is, nekik nagyon tetszik, hogy aj de jó, kicsúcsosodik a kördök, tehát nekik tetszik értelemszerűen férjem is elfogadta, tehát a, a fő az inkább az egészség lenne, hogy a... Az, fájdalommal azért, nem jár, ugye? Fájdalommal nem jár. Tehát, tehát egyáltalán nem jár fájdalommal. Most nyilvánvalóan, hogyha ugrálnak, meg sétálnak, meg pont oda belelétkednek a gyerekek, akkor, akkor, akkor azért azt megérzem. Nem tudom, milyen volt előtte, tehát, hogy most ez... Vajon nem biztos, akkor hogy összefüggésben van, igen, lehet, igen. hogy inkább a császármetszés, vagy a vagy, az a, is lehet, igen. vagy magának a várandóságnak a ténye okozta egy kicsit az érzékenységet ott a has körül. Edith, hogyan kell elképzelni a terápiát? Milyen gyakran jársz mozgásterapeutához? Igen, tehát a, a, a terápiát azt ugye úgy euh, kell elképzelni, én valami szintén most egy újrakezdő vagyok, tehát én akkor ott jártam, és akkor egy kicsit abba hagytam, mert nekünk sok minden költözés a többi volt, meg, meg, meg nem. Meg nem ment össze, vagy nem volt annyira látványos fogalmazzunk így, és akkor kicsit abbagytam, most újra kezdő vagyok, de egyébként úgy kell képzelni, hogy ez hetente azért nem árt, uh -huh. és, 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 hát minden nap kell tornáztatni, tehát akkor az este rá kell szállni, hogy... Hogy, hogy akkor, hát attól függően, hogy ugye ki mennyire akarja, én nekem az elején az egy olyan, hát egy 30 perc volt, naponta, amit, amit így még bele kellett tenni így a gyerkőt mellett. Tehát az volt az én időm, fogalmazhatunk úgy, amikor végeztem ezeket a gyakorlatokat. Hát remélem, hogy minél előbb majd érzed a hatását, és ezt a bizonyos én időt biztosítják neked a családod tagjai. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és jó egészséget kívánok Edit a két gyermekkel, meg ha azzal a szétnyílt hasizommal, amely remélhetőleg nem sokáig lesz szétnyílva. Köszönöm szépen, szia! Szép napot, nap. egyetés, hiány, szép napot kívánok! És akkor visszatérek stúdió vendégemhez, Szabó Klárához, aki gyógytornász, manuálterapeuta. Derékfájás, inkontinencia, annyi betegség, eltérés érintheti a nőket. Van ezekkel összefüggés a szétnyílt hasizommal, vagy a szétnyílt hasizom az önmagában értendő? Ez egy nagyon közkedvelt, vizsgált szakterülete a szakmánknak. Több kutatást is Elolvastunk, tanulmányoztunk, amiatt, hogy mindig képbe legyünk a, a csapatommal együtt, és a leg, legújabb információkat tudjuk képviselni, és ez alapján mondhatom azt, hogy nincs szoros összefüggés a legtöbb esetben a derékfájás és a szétnyílt hasizom között. Tehát sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy korábban volt egy olyan sérülés, más jellegű műtét, vagy korábbi császár- vagy vakbélműtét, vagy boka probléma, vagy térdműtét, ami miatt megfájdul a derék, de a nagyobb terhelés hatására lásd, hogy 9 hónapig cipelt egy magzatot, ezért előjön a derékfájás, mivel akkor történik, amikor állapotos az anyuka, ezért teljesen logikus, hogy összeköti a kettőt, viszont az anamnézis, az a vizsgálat során kiderül, hogy nem az a fő probléma, és ezt pedig meg tudjuk állapítani, ki tudjuk közösen nyomozni. Ki diagnosztizál? Ugye jellemzően a várandós asszony, meg a megszült asszony is nőgyógyászhoz jár, a nőgyógyász kellőképpen van ma edukálva Magyarország. Tudja, hogy létezik a szétnyílt hasizom fogalma, vagy akinek szerencséje van, azt találkozik egy mozgásterapeutával, gyógytornászal, aki diagnosztizálja őt. Ez egy nagyon jó kérdés. Véleményem szerint neki nem elsődleges, hogy ezt megvizsgálja. Lehet, hogy vannak olyan nőgyógyászok, akik megvizsgálják ennek a szétnyílásnak a mértékét, és hogyha azt találják, hogy jóval nagyobb a megengedetnél, az 5-6 centinél nagyobb, akkor javasolja, hogy beszéljen egy sebésszel az anyuka. Viszont, hogyha ennek a mértékét nem haladja meg, akkor lehet, hogy meg se említi az anyukának, és csak akkor fog ez kiderülni, hogyha elmegy egy mozgásterapeutához. A legtöbb gyógytorna pedig úgy is megvizsgálja, hogyha állapotos kismamáról van szó, vagy a közelmúltban volt ö, ö, szülés, akkor úgy is meg fogja vizsgálni, és, és inkább a mi szakterületünk, hogy ezzel foglalkozzunk, megbeszéljünk róla, edukáljunk ö, pácienseket arról, hogy mit lehet -e ezzel tenni, mennyire kell ezzel foglalkozni, és hogy ez nem egy félelmetes dolog, hanem az élet vele járója. Én egyébként úgy látom, hogy jogedzők, aeróbik edzők egyre tájékozottabbak ebben. Hála a jó égnek, igen. Most már a szakmán ki tud bővülni annyira, hogy ezeket a mozgásterapeutákat is sikerül edukálni, nekik is van személyre szabott képzésük, és ezeket a, a, hétköznapi problémákat integrálják a képzésekbe, és ezért ők is hallanak erről. Sajnos nem mindenki jut el odáig, hogy kooperáljon is a gyógytornászokkal, de bízom benne, hogy ez a jövőben egyre szorosabb lesz ez a kooperáció. A sebészt említetted, amikor arra kérdeztem, hogy vajon a nőgyógyász látja -e ezt a problémát, Rémát, egyáltalán fölmerül-e benne, hogy ezt meg kell vizsgálni? És akkor itt adódik a kérdés, hogy van, amikor csak a műtét segít? Van az a távolság, ami ultrahanggal beazonosítható, és már a szétnyílás annyira elvékonyi, elvékonyodva a Mutatja ezt a vonalat, hogy már a sebész kell segítsen ezen, hogy összépúzza, vagy hálót ültessen be, de ez tényleg egy nagyon kis százalékban fordul elő, és akkor a sebész viszont tud segíteni, és onnantól kezdve pedig továbbra is lehet sportolni, és ugyanolyan teljes értékű életet lehet élni, tehát a műtét után is. Van -e esetleg olyan gyakorlat, amelyet. Könnyű összefoglalni és könnyű alkalmazni, tehát ezzel segíthetünk a hallgatóknak, akikben fölmerül, hogy esetleg szétnyílt hasizmuk van. Hogyan lehet segíteni mm. ezen a Na helyzeten? Nagyon nehéz amúgy a kérdés, ugyanakkor meg egyszerű, tehát hogy hogy, hogy, hogy jó, jót is mondjak, de ne vezessek senkit félre, mert mindenki személyre szabott terápiát kell, hogy kapjon, mert akkor tudjuk, hogy neki az tényleg hasznos, hogyha ismerjük az előzményeket. Viszont arra mindenki érdemes figyeljen, hogy, hogy ne okozzunk olyan hasprést, ami által nagyobb nyomás keletkezik a hasunkba. Tehát ez a tipikus felülésekkel járó, nyújtott pároslábas emelésekkel járó gyakorlatok, amikor nagyon kidomborodik a hasunk, és nagy nyomást képezünk a hasunkra, azok ebben a stádiumban, amikor szét van nyilva, azok károsak is lehetnek. Uh -huh. Tehát egy fokozatosságot tartsunk, használjunk rövidebb teherkarokat, hajlított lábat, hajlított kezet. A hasprés során, hogyha olyan gyakorlatot végzünk, akkor fújjuk ki a levegőt, hogyha felülésekre vágyunk, vagy valamiért. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy attól lesz erős a hasizmunk, amit hozzáteszem, hogy nem csak attól lesz erős a hasizmunk, akkor maximum lapocka csúcsig emelkedjünk föl, és ezeket Betartva viszont nem okozunk nagy galibát. Rákérdezek még egy konkrétumra, a plank megengedette, ugye nagyon divatos most azt tartani jó hosszú ideig? Abszolút, tehát azt mondom, hogy a plank egy nagyon jó gyakorlat, viszont figyelni kell arra, hogy minden részlete legyen a helyén, meg legyen feszítve szépen a láb, össze legyen szorítva a farizom, köldök tájék behúzva, a vállak alatt legyen a két könyök, tehát egy jól beállított plenkel, mesésen tudjuk a törzsizmunkat erősen tartani, de ez kell tényleg azt tudni, hogy milyen részletei vannak. Nyilván állapottól függ minden páciens más, de körülbelül milyen hosszú egy terápia? Meddig kell dolgozni a szétnyíláson? A szülés utáni időszakban, ez két-három hónap alatt már nagyon jól elsajátítható, megérthető, hogy mit, hogyan kell csinálni, mire kell figyelni, és utána pedig panasz esetén visszajön az anyuka hozzánk, vagy csak online, vagy e-mailben utána kérdezünk, meg szoktam javasolni, hogy hogy mindig örülök annak, hogyha valaki elmondja, hogy jól van, vagy vannak továbbra kérdései, vagy, vagy küld egy képet, tehát nagyon szeretem az utánkövetést, és hogyha valami problémája merül föl, akkor, akkor ezzel meg is erősítem, hogy bátran forduljon hozzánk, és ezzel is tudjuk tehermentesíteni az orvosokat, hogyha egyre több ember tudja az, hogyha a testével van gond, mozgásszervű problémája van, akkor elsősorban egy mozgásterapeutához forduljon, és utána már ö, a közösen el lehet dönteni, hogy szükség van orvosi bevonásra vagy sem. A távolság csökkentése a cél, vagy teljesen visszaállítható az eredeti állapot nem mindig fog a távolság csökkenni. Elsősorban mi a funkciót akarjuk helyreállítani, amennyiben az károsodott. Az esztétikán próbálunk megsegíteni, és a fitséget, a törzs izomerőt újra helyreállítani, ez a fő célunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szabó Klára gyógytornászal, manuál terapeutával beszélgettünk a szétnyílt hasizomról. További jó munkát kívánok. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.